Kulturális műsorunk következő néhány részében a József Attila irodalmi pályázat nyerteseivel fogunk beszélgetni, akik majd a műveikből is olvasnak fel egy-egy részletet. Első vendégünk Székely Szabolcs költő, aki 16 éves korától publikál nagyobb folyóiratokban, eddig többek között az Alföld, a Hitel, a Holmi, az Irodalmi Jelen, a Kortárs, a Lyukasóra, a Magyar Napló, a Népszabadság is közölte verseit. Többször szerepelt a Szép versek és az Év versei antológiákban. Első kötete 2005-ben jelent meg, 9 másodperc reggelente címmel a Parnasszus könyvek sorozatban. Ugyanabban az évben elnyerte a Móricz Zsigmond ösztöndíjat, a Színház folyóirat színi kritikai pályázatának első helyét, valamint a Parnasszus folyóirat EGRI műhely találkozójának díját is. És tavaly a Magvetőnél jelent meg a Beszélgetés története című kötet. Szervusz, és örülünk, hogy itt vagy. Rengeteg Szervusz. Dolgot soroltam itt fel, tényleg le a kalappal. No, én visszamennék egy picit úgy a múltban, hogy a legelső kötetedről beszélgessünk, ami 2005-ben jelent meg, ugye ez a 9 másodperc reggelente. Így van. Hogy ez miről szólt? Hát nagyon nehéz megmondani, ezen tematikus és formai szempontból is nagyon sokfajta kötet volt. Egy tipikusan első kötet, igazság szerint. Azt szokták mondani, hogy az első kötetek, főleg a korai első köteteknek a veszélye, hogy a szerző minden addig felhalmozott tudását belepakolja és igyekszik beletenni. Én a kortársaimtól kicsit eltérően nagyon korán versformákat használva kezdtem el írni. A velem egy idősek között sokkal inkább jellemző volt már akkor is a próza versek vagy a szabad versek használata. Én viszont klasszikus versformákat használtam már akkor is, és igyekeztem ezt minél jobban kimaxolni, tehát minél több fajta versformát és tematikailag, illetve a versben megjelenő elbeszélőknek is minél gazdagabb szerepváltozatait felmutatni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon heterogén és sokfajta kötet volt, amit nem is bántam, ennek ez volt a sajátossága, viszont hát ezután következett egy hosszabb leállás, és aztán ami a tavaly megjelent kötet, meg már egy sokkal egységesebb és egy téma körül íródó költészet volt. Miért volt egy ilyen hosszú szünet? Jó kérdés. Ezt nagyon nehéz megmondani, tudnék rá mindenféle okosságokat mondani, de az az igazság, hogy az írásnak az a része, ami az irracionális része, és ami az ötletnek, vagy az ihletnek, de ugye használjuk inkább az ötlet szót, mert ez kevésbé avittas talán. Tehát ennek ki van szolgáltatva az ember, és nagyon sokáig egyszerűen nem ment az írás, miközben nyilván az életkörülményeim is nagyon megváltoztak, lett rendes civil foglalkozásom, családot alapítottam, úgyhogy nagyon átalakult az életem. És ebben az időszakban én le is tettem az írásról, és egy egészen más pálya felé vettem az irányt, és hát erre is volt aztán szükségem, hogy mindenfajta teher nélkül aztán újra elkezdjek írni, mikor már mindenki azt hitte, hogy én ezt abba hagyom, és ebből az újraírásból jött aztán a következő kötetemnek az anyaga. Egy költőnél mondhatjuk azt, hogy amikor, én most ilyen zajnak nevezném, tehát mondtad, hogy megváltozott ugye az életed, a körülményeid, akkor, tehát hogy nincsenek, nyilván vannak gondolataid, de olyan, amit, mit tudom én, versbe szednél. Tehát, hogy ez egy, úgy képzeljük el, hogy van egy ilyen kis űr az életedben, és hiába próbálkozol, hogy most akkor, na most valamiről, valami eszedbe, na most ezt leírom versbe, és nem jön az ihlet? Ketté bontanám a kérdést. Egyrészt nem hiszek nagyon az olyan versírásban, amikor van egy előzetes gondolat, amit az ember meg akar írni versben. Mert hogyha van egy olyan előzetes gondolat, ami már nyelvi formát öltött, akkor minek megírni versben? Akkor az ember mondja ki azt a gondolatot, ahogy van. Igen. A versnek egy külön saját világa van, és nyilván annak is van gondolatisága, érzelemvilága, de az egy teljesen külön világ. Tehát, hogy mondjam, ezt nem származtatható valamilyen előzetes gondolatból, amit aztán az ember áttransformál versé. Az meg, hogy verset kell írni, ez a kell, ez egy nagyon becsapós dolog, mert vannak olyan tevékenységek, illetve állapotok az életben, ahol a kell az gátat jelent. Mondjuk, ha csak az elalvásra gondolsz, az is egy olyan dolog, hogy ha azon kattogsz, hogy el kell aludnod, akkor az csak gátolja. Ez megtörténik veled, és az írásnak is van egy ilyen aspektusa.
Azt is hallottam, így több íróval, költővel beszélgettem, hogy egy, mondjuk a költészet az egy óriási kitárulkozás. Tehát, hogyha valaki a te verseidet olvassa, akkor egy picit, vagy akár nagyon megismerhet téged? Vagy itt is lehet húzni egy határvonalat, és azt mondod, hogy na eddig megyek, és annál tovább már nem, tehát tovább már nem engedem be az olvasót. Én nagyon sokáig elmegyek, mert olyan verseket írok, amik nagyon könnyen olvashatók alanyi költészetként. Tehát egy E-per-1-ben megírt költészet ez nagyon sokszor, és ráadásul a versben megjelenő világ az kísértetiesen hasonlíthat arra a világra, ami az én életrajzi világom, hogy kicsit bonyolultan fogalmazzak meg. A beszélgetés története például a házastárs élet nehézségeiről, a kisgyerekes családi lét nehézségeiről szólt, miközben nekem volt két pici gyerekem, és egy friss házasságban éltem. Ez egy nagyon visszatérő téma, hogy mennyire feleltethető meg a szerző élete avval a beszélővel, aki a versekben megjelenik. Egyrészt biztosan megfeleltethető egy bizonyos szintig, nagyon sok szempontból meg tele van fikcióval az a világ is, amiről én írok, illetve amit megírok a versekben. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy az olvasó mit tud a saját életére vonatkoztatni, illetve hogyan tudja az olvasó felhasználni azt a költészetet, amit olvas. És jó lenne, hogyha, ez egyébként már a közoktatás kérdése, hogyha a verseket is úgy tanítanánk a gyerekeknek, hogy a saját életükre reflektáltassák a verseket, ne pedig mit akart mondani a szerző, mi volt a szerző életében, mikor megírta ezeket a verseket. Beszélgetés története, ugye ezt is akkor így nagyjából említetted, hogy ez, akkor hogyha jól értem, ez ilyen családi, tehát amikor már családot alapítottál, akkor onnan jött az ihlet, hogy akkor erről írjál. Tehát akkor valahol mindig meghatározza azért az, hogy milyen költemény, vagy milyen vers születik az akkori éppen adott élethelyzet. Nyilván. Az én esetemben én ezt nyilván nem is tudnám letagadni. Vannak más szerzők, akik egészen máshogyan dolgoznak. Nálam van egy közvetlen input a saját élethelyzetemből arra, amit megírok, igen. József Attila irodalmi pályázat, ezzel hogyan találkoztál? Hát nagyon örültem már akkor, mikor még nem pályáztam meg annak, hogy egy-másfél évvel ezelőtt elindult két budapesti kerületben is ilyen irodalmi független támogatás. Úgyhogy erről az irodalmi élet lényegében tudott, és hát pont olyan helyzetben voltam, hogy nekem nagyon sokat segített ez az ösztöndíj. Abból a szempontból, és nyilván van ennek egy anyagi része, de onnantól kezdve, hogy az ember elnyer egy ilyen ösztöndíjat, onnantól kezdve van egy ilyen külső kényszer is úgymond az írásra, tehát egy külső elvárás, hogy nagyon rosszul fog hangzani, de hogy produkálni kell szövegeket, és határidőre le kell adni bizonyos... Tehát nem magad felé van az elvárás, hanem kívülről van igen, egy elvárás. Igen, és ez egyébként nagyon fontos az írásban, úgy is, hogy az ember ezt a módszerességet és rendszerességet az írásban saját maga is alkalmazni tudja saját maga felé. De ha van egy ilyen külső kényszer is úgymond, az még sokat tud ezen segíteni. Van neked civil szakmád most, vagy ez a fő, a költő léted, a főállásod? Nagyon sokáig volt egy állandó munkahelyem, akkor egy ilyen napi tévésorozatnál, egy szappanoperában voltam, storyliner, dialogíró, dialogszerkesztő. Most ilyen, hát elég vicces, hogy éppen most ezekben az ilyen olyan időkben, ami a szabadúszásnak nem nagyon kedvez, de ilyen külsős újságíróként, illetve műfordítóként kezdtem el dolgozni. Na és hoztál nekünk egy verset is, amit el fogsz majd olvasni a nézőknek is. Ennek mi a címe, és miért ezt választottad? Az a címe, hogy A fogás, és azért választottam, mert ahogy a pályázati anyagomban is leírtam, az előző kötetem témája ugye egy ilyen nagyon szűk térben játszódó verses kötet volt, ugye ez a kisgyerekes családi lét, és ahogy a gyerekek nőnek, igazság szerint ez a világ is egyre jobban kitágul, és a következő kötetemben ennek a gyerekek tekintetén keresztül táguló világnak a nyelvileg képeződéseit próbáltam megírni, úgyhogy ez is egy ilyen vers lesz. Még egy kérdés, milyen érzés visszaolvasni a saját versedet? Mikor olvasod, akkor még tennél hozzá valamit, vagy vennél el belőle, vagy kritikával illeted esetleg saját magad? Természetesen, hát főleg a korai versek, a nagyon korai versek esetében érdekes kérdés ez, hogy vannak annyira korai verseim, ugye említetted is, hogy 16 éves koromban kezdtem el írni, amiket már nem tekintek
műalkotásnak, mint olyannak, de nagyon, hogy mondjam, érdekes kordokumentumok a saját magam számára, hogy milyen volt az az ember, az a 16 éves ember, aki megírta azokat, és inkább azokat a verseket megíró 17-6 éves kamasráchoz való viszonyom az, ami számomra érdekes ebben a dologban. Amikor már megjelenek ezek a versek, akkor egyébként én szövegszinten nem nyúlok hozzájuk, meg nem is nagyon van értelme, tehát onnantól kezdve önálló életre kelnek ezek a versek. Szabolcs, köszönöm szépen neked a beszélgetést, és akkor jöjjön a vers. Köszönöm én is. A fogás. A villamoson jön felénk, a kezében fémdoboz, kiáltozik, hogy segítség, segítsenek, mint akivel valami történhetett, de fel sem fogta még, remeg, mintha nem is itt bent a villamosban, hanem a villamos mögött, egy gázolás után, a fémdobozt így tartja fel, mint egy saját végtagot, amely az előbb esett a sín túloldalára. Így jön most felénk, a dobozban fém zörög, fém a fémben, a fém alattunk éppen így zörög a híd közepén, a két oldalt között. Velem van az 5 éves fiam, tőle tanultam felismerni a sírást, amely testi fájdalmat jelez, magas hangon kezdődik el, és élesen folytatódik. Segítség, kérem szépen segítsenek, jajgat, mint aki fel sem fogja még, kezében fémdoboz, és benne fémek, alatt a villamossinek. Az utasokról szeretnék valamit mondani, róluk kellene most valamit, gondolom, de csak egy hangszer jut eszembe, cimbalom, a húrok a testen, és az ütők a húrokon. A közeledő kéregetőt kevesen nézik, a távolodó kéregetőt mindenki nézi. Ez az ember még csak most ér ide mindjárt, a fiammal egymásra nézünk, mert nem is kéreget, csak jajgat és rázza a fémeket, mégsem őt nézem én sem, azokat nézem, akik másfele néznek, az ablakon kifelé, a Margit híd felől délfelé, és még hihető is, hogy ez most nézhető, város van, kétfelé eső, eső utáni fény, felülről verő októberi nap, vakító, de hát ilyenkor mégiscsak nézhető. Kiáltozik már egy lépésre tőlünk, szépen kérem segítsenek, a fiam a kezemet fogja, és szorítás van a kézben. Segítünk neki? Rám se néz, miközben kérdezi, és arra kér, hogy végre nézzem, most áll meg épp előttünk, láttam, mert végre néztem. Láttam a fémdobozt a kézben, hogy zárva van, hogy nyílása nincsen, és nincsen ajtaja, a fém a fémen zörgött valahova, és zörgött a nikkel színű kocka fényesen, hát akkor nem is pénzeket, zörget, de nem is pénzeket. De mit akar, hogyha nem is kéreget? Miért kiabálja, hogy segítsenek? Miért kéri szépen, ha nem is kéreget? Miért nézi, ahogy a fiamat nézem, a híd közepén, a két oldalt között, ahogyan esik kétfelé, a város délfelé, és az októberi nap, eső utáni fény, vakító, de hát mégiscsak nézhető, a kezemben szorítás. Szeretném megszólítani, de már nincsen ott. Tovább haladt, zörgés kockázik kezében, köröttünk ablakok, az októberi nap, mint a dióverés kopog, megszólítanám, de már nincsen ott. A megállótól egészen hazáig, mint fém a fémen, a pocsolyák között egy utca látszik, tükröződik, egészen hazáig, egész a háztetőkig, kavicsba rúgok, és ezzel passzolok, most mégse rúg bele, pedig ő is így szokott, máskor ő is passzol, amikor passzolok. Majd otthon, ha gondolod, de mégse folytatom, hogy valamit játszhatunk, mert nem én folytatom, ő folytatja azzal, hogy előre fut, mintha csak találna valamit, követ vagy ágat, hogy legyen valami, amit megtalálhat,
felvesz egy követ vagy ágat, hogy azt fogja most már, így folytatta, hogy futott előre, láttam, hogy inkább kő legyen, vagy ág a szorításban, legyen valami más, futott előre, láttam.